Pandémiával sújtott év ellenére ez immár a negyedik kiállítás, amely megvalósul a muzeális intézmény falai között. A tárlat Batykó Róbert 15 éves festői pályafutásának nagyívű áttekintése, ami az ACB galériával együttműködésben jött létre. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgató helyettese Batykó Róbert Zoom Park című kiállítását a Paksi Városi Képtárban. A festőművész 2005-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán, életműve sorozatról sorozatra épül. Számomra is különösen fontos Batykó Róbert művészet, ő volt tulajdonképpen az első olyan fiatalabb generációhoz tartozó művész, akivel elkezdtem foglalkozni, és valami módon ő egy belépést jelentett számomra ebbe a legfiatalabb művészek festészeti világába. Fehér Dávid művészettörténész a kiállítás megnyitón részletesen mutatta be a kiállító művészetét. Jelen kiállítása a különböző korszakokat és sorozatokat öleli fel, és rakja egy csokorba. Már egészen fiatal korom óta érdekelt a képzőművészet. Valamikor tizenévesen döntöttem el, hogy festőművész szeretnék lenni. És hát tulajdonképpen mindig is ez foglalkoztatott, úgyhogy soha nem volt igazán kérdés. Ezen a kiállításon pedig hát az elmúlt 15 év munkásságából láthatunk egy válogatást több sorozaton átívelően. Megfigyelhetjük, hogy milyen témák foglalkoztattak, milyen festészettechnikai eljárások, és hogy ez hova jutott el tehát napjainkra hová jutottam el a festészetben. Úgyhogy ez számomra is egy nagyon izgalmas élmény ezeket egy térben látni. A kiállítás az 2006-os képpel indul, a Conversation az a címe. Akkor még nagyon sematikus ábrák, logók vagy emblémák foglalkoztattak, azokból készítettem különféle kompozíciót. Tulajdonképpen én olaj-akrilvászon eljárással dolgozom, tehát mondhatom, hogy egy hagyományos festészeti, ha nem is nyelvet, de médiumot használok, és persze én ezen belül arra törekszem, hogy hogyan lehetne ezt újra fogalmazni, vagy egy 21. századi módon használni. Nagyon sok olyan látvány vagy jelenség foglalkoztat, ami a mai korhoz kötődik. És hát tárgyfestészettel indult a pályám, úgy ismert meg engem a kortárs képzőművészetre fogékony közönség, és tulajdonképpen meg is maradt ez a érdeklődésem, ha nem is feltétlenül konkrét tárgyak irányába, hanem olyan periférián lévő, vagy néha banális, néha hétköznapi látványok kezdtek el foglalkoztatni, és azokat nagyítottam ki, vagy azokra hívtam fel a figyelmet. És mindig is érdekelt az ábrázolható, vagy az ábrázolhatatlan, az absztrakt, vagy a figuratív közti határvonalokon való egyensúlyozás. Zoom Park az a címe, és szerettem egy olyan címet választani, magyarul is, és angolul is jól érthető. És hát az előbb elmondottak, azt hiszem, hogy ezt talán jól össze is foglalták. A park utalhat egy ilyen gyűjteményre, vagy adott esetben figurativitás irányába is elhajló kompozíciókra. A zoomolás pedig ezt a koncentrált figyelmet, vagy kiemelést, vagy felnagyítást is szimbolizálhatja. A kiállítás február 27-ig látogatható a Paksi Képtárban.